A rendőrség is megjelent a Szombathelyi Bem József utcában, miután különös körülmények között derékba tört egy nagy fenyőfa, és a tűlevelű egy társasház bejárata és pihenőpadja közé zuhant. Abban nincs semmi rendkívüli, ha szélviharban gyökerestől kifordul egy fenyő, vagy egy beteg résznél eltörik a törzse. Itt azonban valami másról van szó. Decemberben a házban lakó diáklány a második emeleti ablakukból egy videót tett közzé a TikTokon. Az emeletről így nézett ki a fa. Az utcáról pedig így. Mint kiderült, napokon belül a második fenyőfa dőlt el, mivel a gyanú szerint valaki körülbelül 2 méteres magasságban befűrészelte a fák törzsét. A társasházban többeket felháborított az egyébként rendkívül balesetveszélyes eset, a fűrészeléssel gyanúsított, szintén a házban lakó férfi azonban tagadja, hogy bármi köze lenne a fenyőfák elpusztításához. A TikTok videót készítő lány szülei nagyon sajnálják a fészkeknek is helyet adó fák elvesztését. Hát kezdjük úgy, visszamegyek az elejére, hogy tavaly december karácsony környékén, nem tudom pontosan az időpont, karácsony környékén, pont kinéztem este az ablakon, észrevettem, hogy a lenti lakófűrészelő kis fát. Ugye csak, akkor csak azt hittük, hogy egy árgot akar bevinni, nem szóltunk neki. Január 25-én arra ébredtünk, recsenés, és kidőlt a fa. Akkor kiszóltam neki az ablakon, mit csinál, én csak félrehúztam, ez volt a válasz. A mai napon pedig ma van január 30-a, ugye? Igen. Én feküdtem, a kislányom mondta, hogy nagy recsenés volt, fölugrottunk, odavettünk az ablakon, a másik fa is kidőlt. Amit az előbb említett kisfát, igen, azért az sem volt olyan kisfa, tehát nem csemetére kell gondolni. Nem csemetére van szó, az kb. 18-20 éves, azt még én ültettem. Milyen fa volt ez? Ez erdei fenyő. És ez látszik ott a nagyobbik, látszik hátul a monitoron. Igen, ugye? Igen, itt a nagyobbik, ez a nagyobbik is, mellette a kisebbik. És gyakorlatilag akkor most néhány nap eltéréssel mind a kettő. Igen, igen. A nagyobbik fán is látszott mind a két oldalról a befűrészelés, ugye máma elég erős szél van, és gondolom ez rá segített. Jó, mi lehetett az oka ennek a tetnek? Ennek semmit nem tudunk, szerintem magától. Magától lehet neki, nem tudom. Már fa nem zavarhattam, a kilátás se túl, se semmi sem, mert ő a földszinti lakó. Önökig felért ez a fa? Eddig? Igen, igen, igen. Igen. Tehát bőven. Eddig fenyőfát láttak az ablakból, igen, igen. Most pedig most egy másik, igen, másik házra, igen, látnak. És azt is el szeretném mondani, volt rajta a fészek is, galambfészek is, és fekete digó fészek is. Évek óta akkor itt fészkeltek. Igen, 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 igen. Madarak. Nem lehet, hogy a madarak zavarták az illetőt? Hát szerintem, de. Már is mi nekünk úgy volt, hogy pont az ablakból lehetett felvárni. Pontosan, de nem, hogy alul volt a fészek, pont a mi magasságunkban. És a második oldalunk. Itt elmondták, hogy volt kint a rendőrség és a közterület felügyelet. Igen, igen, igen. Miért voltak kint? Azt tudják. A másik lépcsőházban feljelentették, beszóltak. Akkor én még kiszóltam nekik az ablakon, hogy mi a helyzet, feljöttek, megtettem a feljelentést. Mennyire tartják önök balesetveszélyesnek az, hogyha ez tényleg szándékosan? Nagyon. Nagyobbik fa, az hatalmas volt. Valakire rádől. Kisgyerekek vannak itt, minden, járókelők úgy, hogy... Merre felé dőlt ez a fa? Lépcsőház felé. Tehát akár az ablakot is beverhette volna. De gyakorlatilag valaképpen jön ki a lépcsőházból, hát akkor eltalálhatja. Igen. Mit gondolnak, mikorra nőhet meg ugyanekkorára egy fa? Én 72-ben költöztem ide, a nagyobbik akkor volt kicsi. Mondom, amit mondtam, a másikat még van 18-20 éve ültették. Igen. És akkor gyakorlatilag azt nem lehet tudni, hogy mi volt ennek a tetnek az oka, semmi. Az viszont egyértelmű, hogy fűrészelésnél dőlt ki. Azt megrábították a rendőrök is, közterületesek is. Meg lehet látni a képeken is, én is a fényképeztem. Tehát akkor úgy néz ki, hogy indult eljárás ebben, igen, az ügyben. Igen, igen. Jó, ön mit szól ehhez az egészhez? Az első fának a kifűrészelése úgymond mikor történt. A férjem szólt, hogy jöjjek, nézzem meg, hogy mit csinál a földszinti lakó. Oda néztem. Fűrésze. Lehet, hogy csak egy faágacskát vág le karácsonyban, lehet, hogy bevisz a lakásba egy kis ágat, mondja, nem foglalkozom vele, ez bármikor előfordulhat, még ez belefér. És akkor később, amikor a fa úgymond kidőlt, nem bírta a fűrészelés után a terhelést, a súlya, jöttem haza munkából, és a férjem mondta, hogy nézd meg, mi van ott lenne a fenyőfánál, és néztem. Az első gondolatom az volt, hogy ahogy ránéztem, hogy hát ezt elfűrészelték. És teljesen egyértelműen látható volt a fűrészelés nyoma. Hát megviselte az embert, mert zöldet veszítettünk el, egy szép egészséges kis fát.
soha nem volt rossz kapcsolat, hogy esetleg arra gondolhattunk volna, hogy valamiért haragból, vagy esetleg dühből kivághatta. Nagyon jó kapcsolatot tartottak fönt a ház lakói vele. Senki nem bántotta, rossz szóval sem illettük soha, amiben lehetett inkább segítettük őket, támogattuk. Nagyon-nagyon megviselt mindenkit. Uh-huh. Kérdezték a másik házba lakók, mindenki, hogy mi történt, mi volt ez, hogy megrendültek. Igen. Hogy elveszített. És bocsánat, még azt szeretném hozzáfűzni, a Poli bácsi a régi képviselőnk mondta, ő már látta, mondta, hogy többen mondták neki, látták, hogy már fűrészélte máshol is a fát, nem csak ott. Uh-huh. Alatta is, hogy fűrészélte már. Uh-huh. Tehát itt a lakótelepen? Igen, látták mások is, nem csak én. És akkor a nagyobbik fát, azt ő mikor fűrészelhette be? Hát azt nem tudjuk, azt nem látta, csak kicsit látta. Az karácsonykor kezdte el fűrészelni, igen? És január 20-án dőlt ki. Tehát egy hónapra rá. Igen, de szerintem akkor már hajnóban kiment is rá segített akkor is. Uh-huh. Viszont, hogyha nem segít rá, de befűrészett, akkor is valószínűleg ezen a nyáron már elpusztult volna igen, a fa. Igen. Most viszont ma elég erős szélfúj Szombathelyen, tehát ez döntött el. És gyakorlatilag ennek a lakónak semmilyen ráhatása nem volt, hogy kire, merre dőljön ez a... Nem érdekelte. Tehát gyakorlatilag akár gyerek, akár felnőtt, nyugdíjas, bárki alatta maradhatott volna. Milyen lesz a viszony ezután a házban? Hát ezután, most megmondom őszintén, nem akkor csúnyát mondani, de utálja mindenki, megmondták. Uh-huh. Utálja mindenki. Tehát akkor nem az volt, hogy ez a ház szerette volna eltüntetni ezt a fát? Nem, biztos, hogy nem. De meg ha így is lett volna, akkor sem ez a módja annak, így van. Eltűnjön. A tűzoltók érkeztek, ugye? Igen, a járdáról feltakarították, most itt hagyták egyelőre, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Akkor nem is tudják, hogy mi lesz a fatörmelék sorsa. Elküldtem a Somol képviselő úrnak is, a fényképpen jobban vagyunk vele, meg ő adott egy telefonszámot, mert ott is be fogom jelenteni holnap hölgynek. Ugye most nincs, hogy főszolgálat, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Bekopogtunk ahhoz a férfihoz is, akit december 25-én fűrészelés közben láttak. Ő határozottan cáfolja, hogy köze lenne az ablak előtti fák pusztulásához. Mint mondta, súlyosan beteg felesége ápolása mellett kisebb dolga is nagyobb annál, mint hogy ilyeneket csináljon, majd többször megkérdezte, miért csak most dőlt el a fa, ha ő már elvileg december 25-én elfűrészelte.